A legenda szerint egy vagyontérő aranykészlet fekszik valahol Amerikában, a Szikláshegységben. Képzeljük el, 33 millió dollár értékű aranyrúd várja megtalálóját. A kincs lelőhelyéhez vezető egyetlen nyomot egy titkos térkép tartalmazza, amit egy kudarcba fulladt expedíció egyetlen túlélője rajzolt. Leszármazottai csaknem 200 éve kutatják az aranyat. De amikor a kincset már majdnem megkaparintják, rémisztő események bontakoznak ki. Az a szóbeszéd járja, hogy a kincset elátkozták, és már nagyon sokan haltak meg a keresése közben. Betegség. Erőszak. Állítólagos természet fölötti erő. Mind kincsre éhező kalandorok útját akadályozták a rejtett arany keresése során. Sokak szerint a kincset valamilyen más világbeli erő őrzi. Valami megpróbálja megakadályozni, hogy rábukkanjunk arra az aranyra. Ez a történet arról a csillogó vagyonról szól, amit megtaláltak, majd elrejtettek a Szikláshegységben. A sztori 1993-ban, Colorado-ban kezdődik. Christopher O'Brien akkoriban megmagyarázhatatlan jelenségekre szakosodott oknyomozóként dolgozott. Érdekeltek a paranormális és metafizikai jelenségek, UFO-k, illetve bármi, aminek a megjelenéséhez rejtély fűződik. Mindig is ilyen dolgokkal foglalkoztam, de közben szerettem volna kideríteni a kincsekről szóló legendákat, beleásni magam a történetbe, vagy akár kincsvadászatra indulni. A kutató munka során O'Brient egy rejtélyes férfi kereste fel. Felhívott ez a férfi, és arról beszélt, hogy bizonyítéka van a legendás kincs létezéséről, és hogy tervezi, hogy elindul a kincs megkeresésére, amivel igencsak felkeltette az érdeklődésemet. Ezért tartottam vele a kapcsolatot, és meg is beszéltünk egy személyes találkozót. O'Brien össze is hozta a találkozót a férfival egy helyi kávéházban. Beléptem a kávézóba, körbenéztem, és miután megláttam, intett, hogy menjek hátra. Leghátul akart ülni, távol a kémlelő tekintetektől. Leültünk egy asztalhoz, és elkezdte mesélni a történetet, amivel teljesen megdöbbentett. A rejtélyes férfi azt állította, hogy egy kincskereső családban ősült. A család generációk óta keresi azt az aranyrök készletet, amit 200 évvel korábban a felesége egyik felmenője által vezetett, de meghiúsult expedíció során temettek el. A férfi szerint a család meg volt róla győződve, hogy közel járnak a Kincseshegy legendás aranykészletének felfedezéséhez. Annak a rejtének a feltárásához, ami a 18. században a kolorádói vadonban útjára indult kalandokkal kezdődött. Louisiana. Az akkor még spanyol fennhatóság alatt álló terület a mexikói öböltől a mai Kanada határáig húzódott. A Missouri folyó partján egy csapat francia készülődött egy expedícióra. Missziójuk célja elvileg a terület ásványi vagyonának kiaknázása volt. Tervük gyakorlatilag viszont az volt, hogy megmásszák a Szikláshegységet, hogy új aranylelőhelyeket találjanak. Mióta megérkeztek a hódítók az új világba, sztorikat lehetett hallani megszállott inka templomokról, kifosztott maja városokról, hegyekből kiáramló aranyról, aranymaszkokról. A mendemondáknak keletre is eljutott a híre, egészen Európáig.
Az expedíció résztvevői között volt egy újságíró is. Több legenda változatban is ugyanaz a név merül fel. Nem sokat lehetett tudni rólad. LeBlanc és emberei átszelték a síkot, nagy valószínűséggel a Platte folyót követve jutottak el a Sziklás hegységig. A kalandorok egy hatalmas, érintetlen vidéken találták magukat. Az 1790-es évekbeli nyugat a keleten élők lakhelyét határolta. El sem tudták képzelni a terület méretét. Azt hitték, tudják, milyen nagy, de nem lehettek biztosak benne. Az 1790-es években nyugaton nem voltak még utak. Csak óriási hegyek, nem léteztek még boltok, ahol venni lehetett volna valamit. Az ember magára volt utalva, nem volt segítség, sem rendőrség, sem lovasság. Mindenki magára számíthatott a vadonban, de akkor még fogalmunk sem volt róla, mekkora is a vadon. LeBlanc és társai a patakok útját követték a Wolf Creek hágón át. És egy hatalmas hegy árnyékában vertek sátrat. A kalandorok neki is láttak a keresésnek. Miközben a helyi folyóvizekben mosakodtak, apró aranyszemcséket találtak. Hegynek felfelé követték az ösvényt, hogy megtalálják az arany forrását. Több hét keresés után LeBlanc egyik társa nagy felfedezést tett. Kétséget kizáróan aranyérc csillant meg előtte. LeBlanc és társai megtalálták az aranyérc lelőhelyét, amit legvadabb álmaikban sem gondoltak. Csak elképzelni tudom, hogy érezhették magukat. A vágyott gazdag emberképe váratlanul ott termett előttük, egy köpésnyire álltak álmaik megvalósításától. A kincsvadászok következő kihívása az értékes fém kibányászása volt a kemény kolorádói gránitból. A 18. században az arany kibányászása sokkal nehezebbnek bizonyult, mint maga az arany megkeresése. Addig kellett csákánnyal ütni a nagy köveket, míg hólyagos nem lett a tenyered, vagy nem kezdett el vérezni. A franciák megolvasztották az ércbe szorult aranyat. Nem olyan sokára egy 45 cm hosszú rudakból álló rakást halmoztak fel. A legenda szerint mai pénzben mérve 5 és 33 millió dollár közé tehető a vagyon, amelyre így szert tettek. Tehát néhány hónap leforgása alatt ez a merész férfiakból álló csapat maga mögött hagyta a civilizációt, átutazta a nyugat óriási vadonját, aranyat bányászott és egy királyi vagyont halmozott fel. A francia kalandorok felfedezése nyomán a kibányászott hegycsúcs örökre megkapta a Kincses hegy nevet. Thank you.
A csapat hónapokon át bányászott. Majd a kellemes kolorádói nyár utat engedett az őszi metsző hidegnek. LeBlanc és társai előtt világossá vált, hogy menedéket kell találniuk, még a tél beköszönte előtt. A 300 francia egész nyáron át csak bányászott, amihez épp kellemes volt az idő még 3500 méter magasan is. De ahogy elkezdődik az ősz, megváltoznak a körülmények. Valószínűleg rájöttek, hogy télen akár 3,5 méternyi hó is esett, és hogy nem maradhatnak fent a hegyekben. LeBlanc és társainak terve az volt, hogy a telet egy Taos nevű spanyol településen töltik majd 200 kilométerrel arrébb. De felmerült a kérdés, mit csináljanak a felhalmozott aranykészlettel? Nem akarták magukkal vinni, mert túl veszélyesnek tartották több millió dollár értékű arannyal besétálni egy faluba, ahol akár meg is ölheti őket valaki, de mindenképpen gyanút keltenének vele. Ezért úgy döntöttek, hogy eltemetik az aranyat, de csak ők fogják tudni, hogy hova. A francia kincsvadászok ezután úgy döntöttek, három különböző rejtekhelyre temetik az aranyat. Miután a pontos lelőhelyek titokban maradtak, gondolták, a vagyon visszatérésükig biztonságos helyen van. Némely legenda szerint 8 nyomot hagytak maguknak, amik segítik az arany újra megtalálását. Több helyet is megjelöltek a környéken, hogy tudják, hova temették pontosan. A jelzésekhez feltehetően a Bourbon-lilium szimbólumot használták, és ezek mutatták meg a rejtett kincs lelőhelyét. Az arany lelőhelyét és a szimbólumok pontos helyét LeBlanc rögzítette. Egy titkos kincses térképen. A kalandorok, ahogy tervezték is, a kemény telet Taos biztonságában húzták ki. A tavasz beköszöntével alig várták, hogy élvezzék a már magukénak vélt gazdagságot. Az expedíció el is indult északra, hogy kiássák az aranyrögöket. De nem telt el sok idő, és a kincses hegy átka megkövetelte első áldozatait. A legenda szerint a franciákat hamarosan betegség gyengítette le. Az embereket valószínűleg skorbut fertőzhette meg, amiről akkoriban tudható volt, hogy C-vitamin hiány miatt alakul ki, de a vadonban nem voltak citrusok. Az embereken előjöttek a tünetek, vagyis a kimerültség, begyulladt ízületek, lábfájdalom. Teljesen legyengítette őket. A munka ezzel lelassult. Az emberek elájultak a kimerültségtől. A sztori egyik verziója szerint LeBlanc egy csalámból készített vitamindús főzetet itatott meg a társaival, hogy legyűrje a betegséget. De a fáradozása nem bizonyult elégnek, és már késő volt. Emberein urrá lett a kór. A meggyengült expedíciót ezután újabb veszély fenyegette. Az amerikai őslakos Ute törzs figyelte a munkájukat. A Ute-ok valószínűleg nem nézték jó szemmel, hogy ezek a franciák szabadon kószálnak a hegységben. Lyukakat vájnak a sziklákba, és elviszik azt az aranyat, amit a sajátjuknak véltek. Hisz szerintük ők voltak a föld birtokosai. Nem igazán tetszett nekik, hogy valaki ellopja a vagyonukat.
Senkinek nem tetszene, ha egy idegen besétálna a házába, kinyitná a hűtőt és elvinni onnan, ami ízlik neki. Nem hiszem, hogy ez bárki jó szemmel nézné, ahogy a jútok sem. Egy idő után alaposan dühbe is gurultak. A jútharcosok megtámadták LeBlancot és társait. Szörnyű vérengzés folyt köztük. Nyilak süvítettek el a fejük mellett, csatabárdok és láncok röpködtek a levegőben. Ezek a gyenge férfiak elképzelni sem tudták, mi történik velük hirtelen. A semmiből bukkantak elő. Borzalmas élmény lehetett. A beteg bányászok eleve le voltak törve, legyengültek, tartani sem tudták magukat. Könnyű célpontnak bizonyultak az őket támadó őslakosok számára. És a legtöbben azonnal meg is haltak. A túlélők tudták, hogy idejük a kincses hegyen lejárt. Világossá vált, hogy meg kell hozniuk a döntést. Embereket veszítettek, életük veszélybe került, megtámadták őket, ezért menteni kell a bőrüket, és ha lehet, megmenteni az aranyat. Mivel túl kevesen maradtak ahhoz, hogy az aranykészletet visszavigyék a Missouri folyóhoz, egyetlen lehetőségük maradt. Úgy döntöttek, hogy az összes tavasszal kibányászott aranyat a többi röggel együtt temetik el, aminek a helyét bejelölik a térképen, és mentik a bőrüket. A férfiak sátrat bontottak és elindultak keletre a Missouri folyóhoz vezető 1100 kilométeres úton. De nem érezhették magukat biztonságban. A legenda néhány verziója arról beszél, hogy a francia expedíciónak még sikerült lejutni és kijutni a hegyekből, le egészen a síkságig, még mielőtt a Kiowa törzs megtámadta őket. Pusztító csapást mértek a csapatra. Mindössze talán 5 maradtak, az egyébként is 100-ra csökkent létszámból. LeBlanc is a túlélők közt volt. 4 társával együtt folytatta útját keletre, a Missouri folyó felé. De ló és élelem hiányában a túlélés esélytelenné vált. Az 5 férfi a túlélésért küzdött. Alig volt náluk felszerelés, és még szerencsések voltak, hogy egyáltalán megmenekültek. De a legenda arról is szól, hogy a férfiaknak elfogyott az ennivalója. Több száz kilométerre a biztonságtól a túlélés egyetlen esélye nem volt más, mint a kannibalizmus. Az, hogy megették egymást, valószínűleg igaz. Akkoriban, amikor nem volt más táplálék, és a túlélés volt a cél, a kannibalizmusnak sajnos nagy volt az esélye, főleg mikor nem maradt más választás. Bármi is történt, a legendák szerint csak LeBlanc és egy másik társa jutott vissza a Missouri folyó partjára. LeBlanc társa néhány napon belül azonban meghalt. A fiatal francia újságíró az expedíció egyetlen túlélője maradt. Amit utána tett, az kérdéses.
de a sztori összes verziója egy dologban megegyezik. LeBlanc rajzol egy térképet, amiről készít egy másolatot. Az egyiket a francia kormánynak adja, a másikat a családjának, és aztán eltűnik a történelemből. De míg Christopher O'Brien hallgatta a rejtélyes férfit, arra döbbent rá, hogy ezzel még nincs vége a francia arany megtalálásáért folytatott kutatásnak. És nem is ez volt az utolsó alkalom, hogy a Kincseshegy átka lecsapott. Szóval volt egy 300 fős expedíció, és vannak térképek, amik az arany lelőhelyét jelölik, hisz nyilvánvalóan nem menekülhettek el ennyi fémmel. Az is biztos, hogy ezt majd valaki meg akarja szerezni. O'Brien megtudta, hogy a keresés 50 év után is folytatódott. ...1840-ben egy francia férfi érkezett egy a mai Új-Mexikó területén fekvő kisvárosba. A legenda szerint egy fiatal férfi érkezett Taosba, aki ismerte a Kincseshegy történetét. Ráadásul azt állította, hogy ő LeBlanc unokája, és hogy a kincset jött megkeresni. A városiak valószínűleg úgy kergették volna el onnan LeBlanc unokáját, mint az aranylázban égő többi mániás kincskeresőt. Ha csak nem lett volna nála. Egy térkép. Hihetetlennek tűnt, de ez a fiatal francia mégis azt állította, hogy nála van a nagyapja térképe, amin 8 olyan nyom található, ami majd elvezeti őt az aranylelőhelyére a Kincseshegyen. LeBlanc unokája idegen volt idegen földön. Bár nála volt a térkép, segítségre volt szüksége az arany feltételezett lelőhelyének felderítéséhez. A történet egyik verziója szerint felbérelt egy Bernardo Sánchez nevű helyi mexikóit, hogy vezesse őt el a Kincseshegyig. A két férfi összeállt, hogy újra felkutassa az aranyat, amit fél évszázaddal korábban LeBlanc nagyapja temetett el. Sánchez elvezette a hegyekbe LeBlancot és francia társait. A történet egyik változata szerint a férfiak különös jeleket fedeztek fel. Bourbon liliomokat találtak sziklába vésve, és kisebb kőrakásokba botlottak. A jelek egyeztek a térképpel, amit LeBlanc nagyapja készített. Izgatottá váltak, hisz a térkép megegyezett azzal, amit találtak. Például a bourbon liliomokat a kövekbe vésve. Érezték, hogy már közel járnak az eltemetett aranykincshez, ezért folytatták tovább az útjukat. Hónapokon keresztül kutatták a területet. De semmit nem találtak. Majd újra lesújtott a Kincseshegy átka. Úgy, ahogy nagyapját, LeBlancot is közelről figyelte az amerikai őslakosok törzse. A legenda szerint a harcosok megtámadták a kalandorokat. LeBlanc unokája életét vesztette. Kabátjának belső zsebében pedig ott hevert nagyapja titkos kincses térképe.
Csak a vezető, Bernardo Sanchez került ki onnan élve. A Kincseshegy átka 50 éven belül immár másodszorra állta útját a LeBlanc családnak. Az eltemetett arany keresése azonban még messze nem ért véget. Hisz Sanchez egy titkot őrzött. Azt állította, hogy az őslakosokkal vívott harc folytán az egyik haldokló francia elárulta a kincshez vezető nyomot. A férfi azt mondta Bernardónak, hogy keressen egy őslakosok által épített temetkezési dombot, álljon fel rá egy szeptemberi reggelen hajnali 6 órakor, és nézze meg, hova esik az árnyéka. Ahová feje mutat, ott fekszik a kincs. A megszerzett információ birtokában Sanchez éveket töltött a Kincseshegyen a lelőhely után kutatva, amit azonban sosem talált meg. A haldokló francia titka idővel a mára híressé vált Kincseshegy történetének csak egy újabb fejezete lett. Christopher O'Brien oknyomozó azt is megtudta, hogy ez a titok fontos szerepet tölt majd be az elveszett francia aranykeresésének következő szakaszában. Kiderült, hogy 30 évvel LeBlanc unokájának halála után egy újabb kalandorcsapat nézett a kihívás elé. Az 1870-es években újabb színes egyéniségek jelentek meg nyugaton. A kincsvadászok rendkívül elszánt emberek voltak, nagyszerű kutatók, akik nem csak a föld túrásban jeleskedtek, hanem a történelmi feljegyzések között is szívesen kutattak. És LeBlanc térképe véletlenül épp az egyik kincsvadász kezébe került. A legenda szerint a neve William Yule. A William Yule-hoz hasonló személyek több amerikai történetben is megjelentek. Már jó ideje hallották a szóbeszédet a nyugati hegyekben található aranyról, a felfedezésre váró kincsről, és azt gondolták, szedik a sátorfájukat, megtalálják a kincset, és gazdaggá válnak. Yule napokon át kutatott a közeli hegyekben és völgyekben. Célja, hogy megtalálja a már rongyosra gyűrt térképen megjelölt 8 nyomot, és a rejtélyes temetkezési domb pontos helyét. Szándékának híre eljutott Asa Poore-nak, annak a férfinak a fülébe, aki minden lehetőséget megfogott. Egy ilyen sikeres kincskereső, mint Asa Poore, csak kiment a vadonba, ahol a különböző színű kövek közt megtalálta az aranyat. Asa Poore pontosan tudta, mit csinál. Dörzsölt és okos volt, és egyetlen lehetőséget sem hagyott ki. Az elveszett kincs lelőhelyéhez vezető temetkezési domb utáni keresés felkeltette Poore érdeklődését. Mert ő ráadásul talált egy dombot, amire pontosan illett Yule leírása. Mindketten tudnak valamit. William Yule-nál van a Kincseshegyben rejlő kincshez vezető térkép. Asa Poore pedig tudja, hol található a temetkezési domb, ami a kincs megtalálásának a kulcsa lehet. A két kincsvadász így összeállt, és elindult az elveszett francia arany keresésére.
Aesopur és William Yule elindult a hegyekbe, és rá is bukkantak egy-két nyomra. Megtalálták a fákba és sziklákba vésett bourbon liliumot, ahogy a térkép is mutatta, és forró nyomon jártak a kincs megtalálásához. Poole utasítását követve meg is érkeznek a síralomhoz. A legenda irányelveit követve egyikük reggel 6 órakor feláll a domb tetejére és árnyékot vet a földre. Ásni kezdenek azon a ponton, ahová a fej árnyéka vetül. Elkezdtek ásni, csak ástak és ástak. Már izgatottan dörzsölték a tenyerüket, és valószínűleg szitkozódtak közben, mert nem volt könnyű fellazítani a kemény talajt. És csak ástak tovább, több méter mélyre eljutottak, de az égvilágon semmit nem találtak. Lehet, hogy nem jó dombot választottak? Vagy talán Yule térképe volt hamis? Ezt egyikük sem gondolta. Aesopur tudta, hogy tovább kell próbálkozniuk. Poole nem hajlandó feladni. Úgy dönt, hogy kipróbálják az úgynevezett mágneses fémkeresőt, amit akkor kezdtek el árulni, és amiről azt állították, hogy segít az arany, a fémek és ércek felderítésében. Bízott ebben a szerkezetben. A fémkereső a temetkezési dombtól 3 kilométerre fekvő helyre vezette Yult és Poole-t. A két férfi azonnal ásni kezdett. A legenda szerint 1,5 métert ástak már, amikor hirtelen beszakadt a föld. Vajon Yule és Poole megtalálta a több millió dollár értékű francia vagyon titkos rejtek helyének bejáratát? Természetesen azt hitték, megtalálták a kincset. Hevesen vert a szívük, lázba jöttek, hiszen azt gondolták, az arany már az övék. Poole leereszkedett a gödörbe. De meglepetésére egy ember által épített alagútban találta magát. Az aknában kúszva a szemével kereste az arany összetéveszthetetlen csillogását. Már nagyon türelmetlen volt. A szíve hevesen vert, a szemével pásztázta az alagutat, a sötétben kereste a megcsillanó fényt, miközben eljutott az alagút végéig. De Poole-nak rá kellett jönnie, hogy a kamra üres. További nyomok hiányában a két férfi abba hagyta a keresést. Erre a keresésre tették fel az egész vagyonukat. Pénz nélkül maradtak, elfáradtak, kimerültek és csalódottak voltak, így feladták a keresést. Nyilvánvaló, hogy a kincses hegy átka csapott le rájuk újra. A kincs legendája azonban nem halt meg. Százhúsz évvel Yule és Poole kudarcba fulladt keresése után Christopher O'Brien oknyomozó azzal a rejtélyes férfival ült le beszélgetni, aki maga is szerepet játszott a kincseshegy legendájának utolsó fejezetében. A férfi állítása szerint rokonai annak a LeBlancnak a leszármazottai, aki túlélte az 1790-ben meghiúsult expedíciót.
Majd mutatott valamit, amivel alá is támasztotta hihetetlennek tűnő állítását. Elővette a tárcáját, majd óvatosan kihajtogatott egy sejemnek tűnő valamilyen szőtt anyagot, ami nagyon régi volt, és foltos, csak nem rongyos. Kirakta az asztalra, és azt mondta, hogy ez a kincshez vezető térkép. O'Brien szerint ez volt az a térkép, amit 1790-ben még első LeBlanc készített. Megdöbbenve ültem ott, mert teljesen valódinak tűnt. Be voltak jelölve a hegyek, a folyók, és még valami írás is volt rajta. Nem tudtam alaposan megnézni, de lenyűgözött, mert nagyon réginek tűnt. A topográfiai információk mellett 8 különös jelölés is szerepelt rajta. Ezek azok a nyomok, amik a férfi állítása szerint elvezetnek az elveszett kincshez. A 8 jel igazán meggyőző volt a térképe. Volt rajta egy pár csizma, egy kehely, hegyek, egy kereszt. Több szimbólum is volt rajta. A rejtélyes férfi elárulta O'Briennek, hogy rokonai a 8-ból 7 nyomot már megtaláltak. És úgy vélte, hogy nemrég rábukkant a 8-ra is. Az első kérdésem az volt hozzá, hogy hogyan találta meg a 8. nyomot, miután a családja már generációk óta ezt kutatja. A férfi ekkor elmesélte az utolsó nyom felfedezésének rendkívüli történetét, illetve hogy mi történt azután. ...1993, Del Norte, Colorado. A kincses hegytől 60 kilométerre északkeletre. A rejtélyes férfi szarvasokra vadászott az erdőben. Esni kezdett. A legközelebbi szikla kinyúló része alatt keresett menedéket. Természetesen nem akart bőrigázni, ezért gyorsan menedéket keresett, ahol megbújhat és megvárhatja, míg eláll a vihar. Meglátott egy 1 méter széles nyílást a növények között, és mindjárt oda is sietett. A férfi bebújt a nyíláson, és egy átjáróban találta magát. Először örült, hogy megmenekült a vihar elől, de miközben ott ücsörgött, gondolta, megnézi, mi van a sziklák közt, és elindult a 6 méter hosszú átjárón. Útjában azonban egy hatalmas szikla állt. Zseblámpájával bevilágította a nedves falakat, majd meglátott valamit. Miközben pásztázta a szikla melletti falakat, megpillantott valamit. Egy kelyhet látott, amiről tudta, hogy a kincses térképen ez a 8. szimbólum, amit a családja és a rokonai már generációk óta keresnek. A szarvasvadászat helyett hirtelen a több millió dollár értékű elveszett francia arany megtalálásának lehetősége került előtérbe. A férfi sztoriában egy valami azonban nem stimmelt. A Del Norte közeli hegyek, ahol a férfi állítása szerint megtalálta a 8. nyomot, 60 kilométerre állt a kincses hegytől. Hogyan találhatta meg itt az aranyhoz vezető nyomot? Vajon eddig minden kincsvadász rossz helyen keresett? Vagy a férfi tévedett? Egyetlen magyarázattal lehet csak a két történetet összehozni.
Mivel Del Norte közvetlenül azon az úton fekszik, ahol LeBlanc csapata elmenekülhetett az őslakosok támadása elől. Nagy valószínűséggel magukkal vittek néhány aranyrudat, de mivel a súly lelassította őket, elásták valahol ezen a környéken, ahol ez a rejtélyes férfi állítása szerint megtalálta a 8. nyomot. Tehát lehetséges, hogy a francia expedíció Del Norte mellett ásta el az arany egy részét, hanem az egészet. Ahogy az is, hogy LeBlanc a lelőhelyhez vezető nyomot megjelölte a földön és a térképen is. Felfedezése után nem sokkal a rejtélyes férfi kincsvadász rokonaival visszatért az átjáróhoz. Az első dolguk természetesen az volt, hogy megnézzék, hogy a férfi igazat állít-e. Ezért a kincs szakértő, vagyis a nagyapa bement az átjáróba, szemügyre vette a szimbólumot. Ránézett az unokája férjére, és azt mondta neki, hogy megtalálta az elveszett szimbólumot. You have found the lost symbol. A család el is kezdte kiásni a beomlást. Hosszú és fáradtságos órák alatt 3,5 métert haladtak előre. Képzelhetjük, milyen izgatottak lehettek ásás közben, majd mikor végre eltávolították az útjukban álló igencsak méretes akadályt, és előre tudtak haladni még néhány métert, és mikor szabaddá vált az útjuk, egyikük átpréselte magát a résen, bekukkantott, és azt látta, hogy az alagút útja folytatódik a hegy belseje felé. De nem jutott messzire, mert egy másik szikla elzárta az utat. Miért zárná el valaki szándékosan az átjáró útját? Vajon aranyat akart elrejteni? A család már elkezdett tanácskozni az akadály eltávolításának módján, amikor rájuk esteledett. Még egyszer utoljára meg akarták próbálni elmozdítani még az éjszaka előtt. Ezért hoztak gyertyát, és volt náluk zseblámpa, és így folytatták a munkát. A következő 3 perc azonban életük legszörnyűbb élménye lett. A férfi hozott egy csomó gyertyát, amit elkezdett sorban lerakni az alagút vége felé, ahol a szikla állt. Mikor az utolsó gyertyát lerakta, egy kígyó ugrott elő a semmiből. Megtámadta, de nem találta el. Velem is történt már ilyen, ezért tudom, milyen rémisztő. A férfi lélegzett visszafojtva azonnal megállt. A férfit és családját hamarosan azonban egy újabb gonosz erő támadja meg. Miközben kifelé rohant, egy visító, csapkodó, denevér raj követte. És ahelyett, hogy kirepültek volna a barlangból, elkezdték támadni ezeket az embereket, ami nem jellemző viselkedés a denevérekre. A család halálra rémült. Aztán a denevérek végre elrepültek, és megnyugodott a környék. A férfi meggyújtotta az első gyertyát az alagútban, majd mindenki rémületére a beomlott szikla előtti utolsó gyertya, amit a kígyó támadás előtt rakott le a földre, hirtelen meggyulladt. Tudom, hogy hihetetlen, de ő mondta. A férfi és családja mozdulni sem bírt a félelemtől. Hogyan gyulladhat meg magától egy gyertya? A megpróbáltatásaiknak azonban még nem volt vége. De miután a gyertya magától meggyulladt, az alagút sötétjéből egyszer csak megjelent egy fehér színű bagoly.
A hatalmas madár néhány centivel a kincskeresők feje fölött suhant el. A közeli találkozás túl soknak bizonyult. Egy ilyen esemény sorozat szerintem mindenkit halálra rémisztene, de azok az emberek, akik ráadásul tudják, hogy átok ül az aranyon és ismerik a környéken szárnyra kelt legendákat, azt mondják, soha az életben nem mennének vissza oda, még akkor sem, ha az összes arany oda van eltemetve. A rejtélyes férfi azt mondta O'Briennek, hogy azóta senki nem ment vissza a barlanghoz, hogy megpróbálja feltárni az elveszett francia aranyat. A rendkívüli történet megismerése után az oknyomozóban nem maradt kétely afelől, hogy a kincs létezik. Miután magam is nagyon sokat kutattam, megismertem ezt a kincskereső családot, és hallottam a történetüket. Teljes meggyőződésem, hogy a francia kincs nem csak hogy létezik, hanem több is van belőle. Valószínűleg darabokra törve, és csak arra vár, hogy megtalálja valaki, akinek elég szerencséje és kitartása van a felkutatásához. A mai napig nem érkezett hír az értékes aranyrúd lelőhely megtalálásáról, ami megegyezik a kincses hegy legendájának részleteivel. Lehetséges, hogy a történet csak egy mítosz. Van okunk azt hinni, hogy a kincs létezik? A Colorado-ban szárnyra kapott kincsekről szóló legendák a történelmi vonatkozásuk miatt igaznak bizonyultak. És ha azokat a kincseket megtalálták, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez a 33 millió dollár a Colorado-ban valaha elrejtett legnagyobb kincs is egyszer gazdára talál. De ha a kincs tényleg létezik, akkor az átok sem legenda. Azt üzenem azoknak az elszánt kincskeresőknek, akik a kincseshegy legendájába kívánják ütni az orrukat, hogy vigyázzanak, mit kívánnak, mert lehet, hogy még rajta ül az átok.